Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt reggel a Csendes Percekben. Apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelének, és annak is a negyedik részét néznénk ma csak. Meg, megemlítem, nem olvasom fel, arra kérlek titeket, hogy majd keresitek ki ezt a részt, és a negyedik fejezetnek is a végéről szeretnék beszélni. Pálápossal ezt a levelét úgy zárja le, mint ahogy nagyon sok levelét, hogy egyszerű, rövid, gyakorlati tanácsokat ad az olvasó számára, kézzelfoghatóakat, olyanokat, amik megélhetőek, és abszolút nem jelent eh, igazából kihívást az embernek az életében. És aztán a levél a vége felé eh, köszönti a gyülekezetet, illetve elköszön olyan emberektől, akikről. Valakiről tudunk némei dolgot, valakiről pedig az égvilágon semmit nem. Biztos, hogy a levélolvasói ismerték ezeket az embereket, de azt gondolom, hogy mivel minden, ami le van írva az Új Szövetségben és az Ószövetségben, az az épülésünkre lehet, ezért most szeretnék ezekről a nevekről beszélni. Ismertekről és ismeretlenekről egyaránt. Az első név, akit Pál említ, ez pedig Tükikosz, és hogyha egy bibliai kereső programba beleírjuk ezt a nevet, akkor azt látjuk, hogy ötször fogja feldobni még ezt a találatot, és egy olyan embernek a képe jelenik meg közöttünk, aki, akiről azt látjuk, hogy Pál felé elkötelezett, azt látjuk, hogy a szolgálatban szintén ott van az apostol mellett, és hogy imádkozik egyébként a, a gyülekezetért is folyamatosan. Aki egy ember egy, és a rábízott dolgokat biztosan végre fogja hajtani. A másik név, amit megemlít Pálapostól, ez Onizimos. Róla csak annyit tudunk egy másik levélből is egyébként, hogy ő egy szokott, szökött rabszolga, aki megtérése után hagyja ott a gazdáját, és igazából itt már mint az Isten királyságában hasznos ember jelenik meg. Aztán megtaláljuk Aristarkosnak a nevét, egy személy, aki már nagyon korán megjelenik egyébként az apostolok cselekedetének a könyvében mint aki enged az Istennek a hívásának, és elkötelezett Krisztus követővé válik, de többet róla nem olvasunk. Vagy Justus, aki aztán végképp a nevén kívül semmiféle más információt nem találunk erről az emberről. Epafrász, két dolgot látunk az életében, hogyha szintén megkeresnénk ezeket a, az igehelyeket. Az egyik az, hogy vállalja a pállal együtt a hitért, a fogságot, a szenvedést, a nélkülözést, és nem hagyja ott pálapostolt a szenvedések miatt. És szintén ennél az embernél is meglátjuk azt, hogy sokat imádkozik az adott gyülekezetért, és nagyon a szívén van a gyülekezetnek az élete. És aztán itt van még Lukács, az ő neve talán már ismertebb, ugye a cselekedetek könyvének egy jó részét ő írja, a szeretett orvos ismertebb nevén, egy ismertebb név pontosabban, végig kíséri szinte Pálapostolnak az utazását, feljegyzi és összerendezi mindazokat, amiket átélnek és amiken keresztül mennek, mint egy krónikás. És aztán van még három nevünk, van egy démászunk, egy nymfánk és egy archiposz, akik egyszer-egyszer jelennek meg a Biblia lapjain, de igazából utána sokat nem tudunk róluk. Hogyan kapcsolódik ez a mai napunkhoz, vagy hogyan kapcsolódik az üzenetünkhöz? Teljesen mindegy, hogy a nevedet ismerik-e, a keresztény körökben teljesen mindegy, hogy a szolgálatot, amit végzel, azt jegyzik-e valahol, elismerten gondolnak rád, de az is lehet, hogy igazából az a szolgálat, amit végzel, az négy fal között van, és senki és senki semmi nem tud róla, csak egyedül a mennyi atyánk. Lehet, hogy az, amit teszel, az nem tesz téged neves emberré, híres emberré, nem fogsz tizek, százak, vagy éppen ezrek előtt prédikálni, énekelni, bármi más tenni, hanem amit végzel, látszólag nagyon-nagyon jelentéktelen. Hagy mondjam el nektek, hogy nincsen jelentéktelen szolgálat az Isten királyságában. Mértékek lehet, hogy vannak, de egyik sem arról szól, hogy értékes vagy értéktelen, jelentős vagy jelentéktelen, hanem, hanem fontos, mindegyik ugyanolyan fontos. Teljesen mindegy, hogy mit bízott rád Isten, én arra bátorítalak téged, hogy végezd azt. Nem az a lényeg, hogy ismerik-e a nevedet, hogy ha megemlítik egy beszélgetésben, egy társaságban, akkor az embereknek a szeme felragyog. Jó, persze őt ismerem, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten ismerjen téged, hogy Isten ismeri a nevedet. Az a lényeg, hogy a neved fel legyen írva az életnek a könyvébe, mert ez mindennél fontosabb. És éppen ezért teljes szívemből kívánom, hogy akár ismert, vagy akár ismeretlen ember vagy, legyél hűséges mindazon, amire Isten téged megbízott, és csak meg ezen a mai napon is, ebben a hűségben az örökké való Ámen. Nagyon jó, köszönöm, megálltam.